Köszöntöm nézőinket! Önök a Tolnatáj Televízió híradóját látják. Gulyás Anita vagyok, főbb témáink néhány mondatban. Csomagokat várnak, hogy segítsenek. Idén is nagyszabású gyűjtésbe kezdett a szekszárdi humán szolgáltató. Roma fiatalok a rendőrségben. Van még dolguk bőven, de a közös munka elkezdődött. Drog az urnák között. Budapesti dílertől szerezte be az anyagot a tamási házaspár. A véradókat ünnepelték. Volt, aki már 138-szor segített másoknak. Mikulás csomagokat, cipős dobozba rakott ajándékokat, gyerekeknek és tartós élelmiszer felajánlásokat várnak a szekszárdi humán szolgáltató központ munkatársai. Ők minden évben adventkor kiemelt figyelmet fordítanak a hozzájuk fordulók támogatására. Ez idén sincs másként. Folyamatosan érkeznek a Mikulás csomagok a szekszárdi humán szolgáltató központhoz. Az adományokat most a Babits Mihály Kulturális Központban adhatják le a jó szándékú támogatók. Felajánlásokat december 1-ig várnak. Másodikán ugyanis átadják az addig összegyűjtött adományokat rászoruló gyerekeknek. Ugyanaznap családi napot szerveznek az ott dolgozók, arra még várják a jelentkezőket. A nevezők a kulturális központ körül versenyezhetnek majd egymással ajándékokért. Eközben pedig már a karácsonyi gyűjtést is megkezdték a szakemberek. Aki úgy gondolja, hogy egy dobozni szeretetet szeretne itt a karácsony közelettével a gyerekeknek átadni, vagy gyerekeknek, rászoruló gyerekeknek biztosítani, az hozhatja a Babits Mihály Kulturális Központba a cipős dobozokat. Azt kérjük, hogy írja rá, hogy hány éves gyermeknek, milyen korú gyermeknek szánja, lehet benne játék, írószer, ruha. Azt kérjük, hogy romlandó élelmiszer, illetve törékeny dolgok ne kerüljenek bele. Most a tartós élelmiszercsomagoknak is örülnek a humán szolgáltató munkatársai. A tapasztalatok alapján Mikulás csomagból és ajándékkal teli cipős dobozból minden évben több százat adnak össze a helyiek, erre pedig nagy szükség is van. A hajléktalan segítő szolgálat is a mi szakmai egységünk, és ott bizony vannak édesapák, akik szívesen adnak a gyermeküknek ajándékot karácsony közeletében, még akkor is, hogyha nem igazán tartják a kapcsolatot, de vannak azért jó néhányan, akik ilyenkor örülnek, hogy van egy ajándékcsomag, amit odaadhat a gyerekének. Azok, akik segítenék a szekszárdi humán szolgáltató központ munkáját, a felajánlásaikat a Babits Mihály Kulturális Központban adhatják le. Két napja maradt közel 1 millió gépjárműt, köztük 500 000 személyi gépkocsi üzemben tartójának arra, hogy eldöntse, lecserélje évvégi évfordulós kötelező biztosítását. A felmondásoknak csütörtök éjfélig el kell jutniuk a biztosítókhoz, hívta fel a figyelmet a Független Biztosítási Alkuszok Magyarországi Szövetsége kedden. A közleményben kiemelték, hogy a szövetség tapasztalatai szerint a díjemelkedés aktivizálta az érintetteket. Azzal számolnak, hogy közel 100 000-en válthatják kötelező gépjármű felelősségbiztosítási szerződésüket egy kedvezőbbre. Az idei évvégi kampányban megkötött új szerződések átlagdíja mintegy 15%-kal, vagyis közel két havi összeggel múlja felül a tavalyi hasonló értéket. Az óvoda konyhai dolgozóinak 8 órás munkaideje 4 órára csökken, illetve egy csoport is megszűnik jövőre. Többek között erről is döntöttek a legutóbbi rendkívüli testületi ülésen Tolnán. Rendkívüli képviselőtestületi ülést tartottak Tolnán, ugyanis az energiaárak emelkedése miatt a városvezetésnek fontos döntéseket kellett meghoznia az önkormányzathoz tartozó intézményekkel és azok jövő évi finanszírozásával kapcsolatban. Most a képviselőtestület úgy döntött, kettő intézmény tekintetében történt ez meg, a Tolnai Közös Önkormányzati Hivatal, illetve a Vosinszky Mór óvoda tekintetében, aminél meghatározott egy összeget, amivel várhatóan a jövő évben finanszírozni fogja ezt a két intézményt. Ez az összeg az óvoda tekintetében 62,5 millió forintot jelent. Emellett a képviselők arról határoztak, hogy az intézményben a konyhai dolgozók 8 órás munkaidejét 4 órára csökkentik. Továbbá a tervek szerint 2023. szeptember 1-től megszűnik egy óvodai csoport. A közös önkormányzati hivatalnál is gyakorlatilag azok a zálláshelyek, amik jelenleg sincsenek betöltve, ezek leépítésre
szervezésre kerülnek a jövőben, tehát 32 főben határozta meg az önkormányzat a közös önkormányzati hivatal működését, és szándékai szerint a jövő évben 40 millió forintot tesz az állami normatíván kívül hozzá ennek a hivatalnak a működtetéséhez. A Tolnai Kulturális Központ és Könyvtár működéséhez minden évben 80 millió forintot biztosít az önkormányzat. A polgármester hozzátette, hogy utóbbi intézményben is szükségesek az intézkedések. Erről azonban a soron következő ülésen fog dönteni a városvezetés. A Magyar Falu program elmúlt 3 évének hatására megindult a kistelepülések lélek számának emelkedése, közölte a modern települések fejlesztéséért felelős kormánybiztos kedden. Jopáros Alpár azt mondta, a Magyar Falu program 2018-2019-es megindításával a kormány deklarálta azt a célt, hogy jelentős demográfiai fordulatot szeretne végrehajtani a hazai kistelepüléseken ellensúlyozva az évtizedek óta zajló népességcsökkenést. Ennek az eredménye már ma is látható, az alig több mint 3 éve futó program eredményeként a 2500 korábban csökkenő lélekszámú kistelepülésből 1200 helyen már tendenciózusan növekszik a lélekszám, ismertette a kormánybiztos, hozzátéve a falvak felénél 3 év alatt elérték ezt a fordulatot, tehát érdemes folytatni a programot. Az együttműködés lehetőségeiről egyeztettek a rendőrség munkatársai és Tolna megyei roma vezetők Szekszárdon. A fókuszban ezúttal a roma fiatalok képzése állt. A rendőrségnek ugyanúgy szüksége van a roma származású rendőrökre, mint a roma társadalomnak is szüksége van arra, hogy a rendőrség berkein belül legyenek roma származású rendőrök. Az országnak ezen a részén évtizedes hagyománya van a most is egy asztalhoz ülő felek közös munkájának. Az értekezlet főként azt a kérdéskört járta körül, miként lehet minél több hátrányos helyzetű fiatalt bevonzani a rendőrség állományába, például határvadászként. És itt a családoknak az a legelső szó, hogy hát most itt hagyni a gyerekeket, a családot, jó, szép ez a pénz, amit ott kereshetnek, de hát azért ez nagyon nehéz. Nem olyan, mint mikor reggel elmegy, pőkkel elmegy dolgozni, régen munkának, délután egy örök is megy a családhoz. De hát mindennek megvan a szépsége, és megvan a buktatója is. A rendőrség és a roma közösségek közötti kapcsolat az elmúlt évek munkájának eredményeként sokat javult. Mostanra a legtöbb hátrányos helyzetű fiatal már nem ellenségként tekint az egyenruhásokra. Nyilvánvaló, hogy azok a módszerek, amit eddig az utánpótlás érdekében és a toborzás érdekében folytattunk, ezek jók, szükségesek, de közel nem elégségesek. Tehát új módszereket kell találnunk. Valamelyes segít a helyzeten, hogy a belügyminisztérium illetékességében került a közoktatás felügyelete. Így rövidebbre tudjuk a rendvédelmi szervek és a közoktatás közötti kapcsolatot zárni. A mostani értekezleten a rendőrségi oktatási és kiképzőközpont igazgató helyettese is részt vett. Ő arról beszél stábunknak, hogy közel 2 évtizede működtetnek egy pályázati rendszert roma fiatalok számára. Ez nyilván egy ösztöndíj rendszer, de emellett nagyon sok olyan rendezvényel, nagyon sok olyan támogatási formával próbáljuk a pályorientációt segíteni, és külön örülök annak, hogy most a Tolna megyeiek meghívtak erre a rendezvényre. Nem először járok itt ebben a minőségemben. Úgy látom, hogy nagyon jó a rendőrség és a kisebbségi önkormányzat együttműködése, és úgy gondolom, hogy példaértékű az országban, amit együtt a közös gondolkodásban ebben a tekintetben tesznek. A határvadász képzésre és a munkára eddig már közel 2000-en jelentkeztek országos szinten. Befejezték a rendőrök annak a tamási vállalkozónak az ügyét, aki az urnák közé rejtve szállított kábítószert. A 65 éves férfinak a felesége is segített a terjesztésben. Egy budapesti dílertől szerezték be az anyagot. A pár, amellett, hogy eladta, még fogyasztotta is a drogot. 2020 év végén találtak a rendőrök többfajta drogot egy Tamásiban élő, 65 éves vállalkozó otthonában. Az egyenruhásoknak információja volt arról, hogy a férfi az anyagokat terjeszti is, ezért tovább folytatták a nyomozást. Majd 2021 novemberében elfogták a férfit, akinek kis teherautójában az urnák között több tucatnyi tablettát és fehér port találtak. A férfit őrizetbe vették, majd később letartóztatták, és jó néhány hónapig börtönbe került. Tovább folyt a nyomozás 2021-ben, illetve 22-ben is, amikor 2021-ben egy budapesti férfi is képbe került, aki a tamási vállalkozó dílere volt.
2021. decemberében elfogták a 38 éves budapesti dílert, a férfi ruházatában több mint 600 ezer forintot találtak, otthonában pedig 14 millió forintot foglaltak le a nyomozók. Az eljárás során kiderült, hogy a kábítószer terjesztésében a 65 éves férfi felesége is részt vett, illetve a házaspár fogyasztotta is a drogot. Emellett az eljárás során a tamási rendőrök több mint 20 fogyasztót hallgattak ki, akik terhelő vallomást tettek a trió tagjaira. A rendőrök a napokban a budapesti dílerrel és a tamási párral szemben is befejezték a nyomozást, és vádemelési javaslattal számos bűncselekmény elkövetése miatt megküldték az iratokat az illetékes ügyészségnek. Az ünnepi időszakban a vásárlók csaknem fele, 41%-a elsősorban üzletekben költekezik, további 20%-uk interneten is, és a legtöbben az akciós termékeket keresik, derül ki egy felmérésből. A válaszok szerint az online vásárolt termékek esetében a házhoz szállítás a legnépszerűbb, szemben az átvevő pontokkal és a bolti átvétellel. A közlemény szerint ez arra készteti a kiskereskedőket, hogy biztosítsák az ajándékok gyors kézbesítését, és követhetővé tegyék az áru útját. A fogyasztók 57%-ánál fontos, hogy pontosan nyomon követhesse, hol tart a csomagja. Az emberek 43%-a azt mondta, hogy a gyors szállítás gyakran meghatározza, kitől fog rendelni. A legtöbben az 1-2 napos kiszállítást várják el, a gyors és garantált szállításért 60%-uk hajlandó többet fizetni. A Dombovári Szivárvány óvoda szülői közösségének csoportja első alkalommal rendezett jótékonysági futást a játékok bővítésére és az óvoda feltételeinek javítása érdekében november 24-én. A bemelegítést követően kiki jelmezben vagy anélkül szaladt végig az Árnyas és Madács utcákon, majd visszatérve az Rényi utcán az óvodához. A célba érkezőket érem, sütemény és meleg tea várta. 138-szoros véradót is köszöntöttek a Vöröskereszt hagyományos rendezvényén a Tolnai megyeszékhelyen. A véradó ünnep során azokat látják vendégül minden esztendőben, akik legalább 25 alkalommal nyújtották a karjukat, hogy azzal mások életét mentsék meg. 138 alkalommal adott már élete során vért a Dombováron élő Csapó Ferenc. Az 57 éves férfi még a katonaság alatt segített így először másoknak. Most Provita díjjal ismerték el az önfeláldozó tevékenységét. Ott azért ugye szabadnapját a sorkatonai szolgálat alatt is, tehát akkor minden sorkatona, aki tehette, az vért adott. Utána ez folytatódott az akkori munkahelyemen a Tolna megyei állami építőipari vállalatnál, ugye annó azokban az időkben még az állami vállalatok, nagyvállalatok szervezett véradásokat bonyolítottak le, és ott rendszeresen, Dunaszentgyörgyön a lakóhelyemen, akkor még ugye ott éltem, ott a falu által szervezett véradónapokon vettem részt, és akkor ezután ez így folytatódott. A fiatalabb korosztály tagjai közül is egyre többen adnak rendszeresen vért. A Tolnán élő Meister Ervin már túl van a 25-en is. Azt mondja, különösen jó érzés, amikor megkapja az arról szóló SMS-t, hogy a segítségével megmentették egy másik ember életét. Örülök neki, hogy valakinek akkor sikerül meggyógyulni, vagy felépülni. Hagyomány, hogy a Vöröskereszt Tolna megyei szervezete olyan intézményeket is elismer, amelyek különösen sokat tesznek a véradás népszerűsítéséért. Idén a lengyelen működő Aponyi Sándor mezőgazdasági szakképzőiskolát díjazták. Meg nálunk a véradás már nagyon régóta ment. Elődöm igazgatóasszony alatt is, sőt már lehet, hogy még korábban is voltak rendszeresen véradások. Faluból is szoktak följönni, tehát az azt lehet mondani, hogy hagyomány nálunk. Engem elütött 73-ba egy autó, és annak során kétszer műtöttek, több egység vért adtam, és ez úgy megmaradt bennem. Tolna megyében már hosszú évek óta hagyomány, hogy a Vöröskereszt november végén vendégül látja és díjakkal ismeri el a rendszeres véradókat. Itt az ünnepségen a 25-szörös, 50-szeres, 75-szörös, 100-150-szeres véradókat hívtuk meg. Természetesen a 25-szörös véradók vannak legtöbben, tehát közülük csak minden területről pár véradót tudtunk meghívni, de bízunk benne, hogy nem sokára ők is az 50-szeres véradók táborát fogják gyarapítani.
2022-ben Tolna megyében eddig már közel 6000 ember nyújtotta a kezét véradási szándékkal. Regionális híreinkkel folytatjuk a híradót. Kigyúltak a fények, adventi ünnepség Siklóson. A csonka családoknak kedveznek, ingyenesen mozizhattak az egyszülős pécsi családok. Mézeskalácsból készítették el Siófok épületeit, a befolyt összegből egy beteg gyermek családját támogatják. Siklóson is meggyújtották az első gyertyát az adventi koszorún. A rendezvény sorozat kezdetén a helyi katolikus és református iskola növendékei adtak műsort, illetve a polgármester és az egyházak képviselői szóltak a résztvevőkhöz. Az eseményen elhangzott, hogy ebben az időszakban fontos, hogy megálljunk és értékeljük az elmúlt évben történteket. A Szent Imre Katolikus Általános Iskola növendékeinek műsorával vette kezdetét az adventi rendezvénysorozat Siklóson. Már az első vasárnapon sokan kilátogattak az ünnepi díszbe öltözött Mária utcába. A diákok előadása után a város polgármestere köszöntötte a résztvevőket. Régl Gábor beszédében hangsúlyozta, hogy az egyik legszebb dolog az, ha közösen tudjuk megélni, értékelni az eddig elért eredményeket. Azon túl egyébként, hogy itt a következő néhány hétvégén áldott, békés, szeretetteljes ünnepet élünk, beszélgetünk és találkozunk egymással. Talán sokkal fontosabb az, hogy amit évközben nem tudtunk megtenni és elmondani, azt most évvégén ebben a néhány napban, néhány hétben megtegyük. A következő hetek jó alkalmat biztosítanak arra, hogy elcsendesedjünk és visszatekintsünk az elmúlt évben történtekre. Emellett azonban más fontos dolgokra is oda kell figyelnünk, hívta fel a figyelmet a polgármester. Azt szoktam mondani, és ezt érzékeljük egyébként városi szinten is, hogy egy kicsit több figyelmet tudunk szentelni, egy picit több figyelem jut azoknak az embereknek, akik vagy segítségre szorulnak, vagy olyan élethelyzetben vannak, ami ez a téli időszak, illetve a karácsonyi újévkezdési időszak nagyon megterhelő. A polgármesteri köszöntő és a kulturális műsorok után az adventi koszorú első gyertyáját is meggyújtották, és a Mindenki karácsonyfáján is kigyúltak a fények. Az ünnepi hangulatot a Sztárai Református Általános Iskola tanulóinak előadása is emelte. A víztornyot, az önkormányzatot, a plázát és számos épületet is mézeskalácsból készítettek el Siófokon. A hagyományokhoz híven a város napján mutatták be az idei mézeskalács várost, amelyet 2016-ban álmodtak meg először. A hagyományokhoz híven a különleges épített édességeket elárverezik, a befolyt összegből pedig egy helyi beteg kisgyermek családját segítik. Egymás után érkeztek kicsik és nagyok, hogy megcsodálják a mini mézeskalács várost a Kálmán Imre Művelődési Központban. A terepasztalnyi építményt pénteken mutatták be a nagy érdeműnek. Kulcsár Tünde és Kótiné Molnár Szilvia még 2016-ban találták ki, hogy mézeskalácsból építsék fel Siófok főbb épületeit, de minden évben sokan csatlakoznak hozzájuk. Úgy van, hogy mindenki önként vállalja azt, hogy elkészíti az épületeket. Tehát ami általában itt a városban megjelenik, a főbb épületek mindig megvannak, de mellette mindig jönnek új ötletek, új jelentkezők, új javaslatokkal. És természetesen mindenki azt csinál, amit akar, amihez kedve van. A víztorony, az önkormányzat épülete, de a pláza is elkészült mézeskalácsból, egy-egy nagyobb épületet pedig akár napokig is készítenek. 3-4 nap alatt készítem el, mert egy nap megsütöm, és akkor egy kicsit hagyom száradni a tésztát, és akkor utána jön az összeállítás, még a tojáshabbal is áll egy kicsit, úgyhogy olyan 4 nap körülbelül. A szervezők minden évben jótékony céllal készítik el a mézeskalácsvárost. Idén egy 3 éves kislánynak és családjának szeretnének segíteni az elárverezett épületekből befolyt összeggel. Minden évben egy beteg kisgyermeknek és családjának próbálunk segíteni. Tehát a befolyt összegből, amit a kis mézeskalács épületekért kapunk, éppen aktuális, kiválasztott családot próbáljuk meg támogatni. Gyógyításban, kezelésekben, amiben szükségük van.
Igen. Akkor az árverés elindult itt a lehetőség, illetve innentől a lehetőség arra, hogy licitáljunk minél többen. Licitálni december elejétől lehet, a legnagyobb összeget felajánlók pedig haza is vihetik az általuk kiválasztott mézes kalács épületet. Karácsony közelettével az egyszülős családoknak kedveztek a főváros mellett két vidéki helyszínen, köztük Pécsen. Az egyszülős központnak köszönhetően a Csonka családok ingyenesen vehettek részt egy vetítésen. A Szia Életem című filmet láthatták azok, akik regisztráltak. Édesanyák és édesapák állnak sorba az egyik pécsi mozi büféjében. Ez a nap róluk szólt, ugyanis a Pécsi Egyedülálló Szülők Klubja ingyenes filmvetítéssel kedveskedett nekik. Budapest mellett két vidéki helyszínen, köztük a Baranyai megye székhelyen zajlott ez az akció, az egyszülős központnak köszönhetően. A lényege az, hogy ez egy nagyon kedves kis film, ami az egyszülősök életében nem ismeretlen, tehát olyan helyzeteket feszeget. És a forgalmazó, az egyszülős központ és a mi kis klubunknak az ajándéka az egyszülősek részére így karácsonytájt. A film egy magyar alkotás, amely a Szia Életem címet kapta. Mivel a mozi egy Csonka családról szól, így szívesen részt vett a szervezésben a Pécsi Mami Egyesület, támogatva a helyi szülőket. Ez egy olyan film, aminek a témája a szülőség, a főszereplője pedig egy édesapa és az addig soha sem látott kisfia, ami nagyon sok humoros és érzelmes helyzetet hoz magával, így mi nagyon szívesen álltunk a kezdeményezés mellé. Mi vállaltuk azt, hogy nem csak az egyszülős központ tagjainak hozzuk létre a regisztrációs felületet, hanem a Pécsi Mami olvasóknak is. Így most mind a két közösségbe tartozó szülők is részt vehetnek ezen az ingyenes vetítésen. A fantasy elemekkel dúsított egyedi vígjáték egy népszerű, de ihlethiányos írónak és sosem látott kisfiának nem várt találkozásáról szól. A hirtelen nyakukba szakadt, kényszerű együttlét fordulatos, vidám és érzelmes története a fiú fantáziájának köszönhetően átlépi a valóság kereteit is. Végül mutatjuk legfontosabb Tolna megyei híreinket még egyszer röviden. Csomagokat várnak, hogy segítsenek. Idén is nagyszabású gyűjtésbe kezdett a szekszárdi humánszolgáltató. Roma fiatalok a rendőrségben. Van még dolguk bőven, de a közös munka elkezdődött. Drog az urnák között. Budapesti dílertől szerezte be az anyagot a Tamási házaspár. A véradókat ünnepelték. Volt, aki már 138-szor segített másoknak. Szerdán az eddiginél is komorabb, borús idő lesz. Helyenként tartós kötfoltok is lehetnek, de elsősorban a borongós, párás idő lesz a jellemző. A Dunántúl nyugati és déli részén kisebb esőre, szemerkélésre is lehet készülni, másutt általában nem esik, esetleg szitálás fordulhat elő. Éjszaka marad a szürke, nyírkos időjárás, fagypont köré hűl a levegő. Friss hírekkel legközelebb szerdán este jelentkezünk, addig is kövessék műsorainkat, illetve keressenek minket a Facebookon, ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Ha látnak valamit, ami Önök szerint figyelemre méltó, akkor azt osszák meg velünk, hogy másoknak is megmutathassuk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!